A könyv az emberiség egyik legnagyobb értéke. A világon számos fesztivál és ünnep szerveződött köréje. Magyarországon 1929-től minden évben megünneplik a könyvhetet. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete idén 94. alkalommal rendezi meg. Egerben is számos program várja az olvasni, művelődni vágyókat június 6-a és 9-e között. Ahogy több ismerősem is mondta, hogy akár a könyv hatására, akár csak a hírek hallatán, vagy hogy ő szeretne változtatni, úgy együtt lépkedünk előre, és szerintem ez mindenkiben megvan. Úgyhogy reméljük, hogy minél több ózonőr lesz itt a világon. Kedd délelőtt Aux Eliza ifjúsági regényíró Ózonőrök című első kötetét mutatták be az olvasó közönségnek a Bródy Sándor könyvtárban, melyre sok fiatal volt kíváncsi. Majd délután dr. Lisztóczky László József Attila díjas irodalomtörténész Végső béke és Végső Benedék című könyvéről beszélgettek ugyanitt. A következő helyi írónk Somoskői Viktor neve is ismert már, én úgy gondolom, az olvasók körében. Már három kötete látott napvilágot a fantaziirodalom darabjaként, és most a Nem született című kötetét fogjuk bemutatni. Izgalmas fantázia világba kalauzol el minket. Csütörtökön pedig dr. Kalina József bűnügyi szakértő lesz a vendégünk. Azt hiszem sokak számára ismert a neve, hiszen 30 éves bírói pályafutása mögötte, és hogy a bírói pályafutása alatt nagy sajtónyilvánosságot kiváltó ügyeket tárgyalt. A pénteki zárónapon a hagyományokhoz híven az egri írókkal, költőkkel irodalmi délután tartanak a Bródy Sándor könyvtárban. Este pedig Máté Gábor színművész rendező és Tóth Viktor jazz szaxofonos lesz a kultúrszalon vendége. Emellett Bródy Antikvár is várja az olvasókat két héten keresztül az Egészségház utcai parkolóban felállított sátorban. A gyerek és fiók könyvtárakban pedig tematikus programokkal készültek a szervezők. A rendezvényről részletesen az intézmény honlapján olvashatnak az érdeklődők.